A porcelán a kerámiaipar legnemesebb anyaga, amelyet mázasan 1200 és 1400 fok között égetnek ki. Kínában találták fel, hazánkban a 19. századtól vált népszerűvé. Keménységével, ugyanakkor a fehér színe általi tisztaságával a nemesség, a gazdagság és az ízlés szimbólumává vált. A porcelán ugye, mint időtálló, értékálló anyag nagyon-nagyon régóta a részét képezi az életünknek, de ugye klasszikusan mi a vázát és a tányérokat, és manapság már fényképkeret és mindenféle egyéb módszerekkel, vagy mindenféle egyéb módozatokban is találkozhatunk a porcelánnal, de mivel ez egy hidegebb és picit fémesebb hatású anyag, ezért alapvetően ugye ezt azért is szerették akkor nagyon, mert a hidegség, egy picit a távolságtartás az arisztokráciát jelképezte. Ezért, hogyha valaki a testén viseli, akkor ez picit olyan impulzust ad az embernek, mint hogyha az illető rideg lenne. És ez az érdekes, hogy számomra ezek az ékszerek pontosan azt mutatják, hogy valahol sikerült megteremteni az átmenetet az arisztokrácia és a mindennaposság között, a hidegség és a melegség között, mert ha annyira sikerült megújítani a porcelánnak, mint anyagnak az eredeti jelentés tartalmát ahhoz képest, amit korábban jelentett az embereknek, hogy most már egyenértékű az innovációval, konkrétan magával, a szépséggel, a formákkal, a megújulásnak a lehetőségével. A terapeuták szerint a mai kor emberének fontos a szépség, amely azonban egyre inkább a lélek ápolását jelenti. Az egyéniséget külső megjelenéssel, az általunk viselt ruhákkal és ékszerekkel, például porcelán karkötőkkel, nyakékekkel, gyűrűkkel és fülbevalókkal is megmutathatjuk. A porcelánról volt szó azon az esten, amelyet Újfehérton tartottak. Napelemmel működnek a kemencék, a levegő nedvességtartalmát visszanyerik magába az alapanyagba, úgyhogy a melléktermék például nem is keletkezik, mert visszadolgozásra kerül. Tehát egyszer ez. Másodszor ugye mitől lett nemzeti érték és miért? Igazából minden darabnak mondani valója van, és az a mondani való, ami megjelenik a porcelánokon, ez komoly kutatási munkát igényelt, olyan típusút, ami ugye a magyar identitásban való jártasságot eredményez. Az ékszerek előállításakor fontos, hogy nem csak az anyag, hanem a magyar kultúra gazdagságát is megmutassák az elkészített darabok. A Magyar Porcelánért Alapítvány országjáró körútján a következő állomása Nyíregyháza. De lesznek szalonbeszélgetések Lillafüreden, Szolnokon, Budapesten, a Balatonnál, valamint az ország számos egyéb pontján.